Kezdjét csókolom, jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket a Demokratikus Koalíció mai sajtótájékoztatóján. Annak ellenére, hogy eseménydús hétvégén vagyunk túl, a pedofil botrány legfontosabb kérdésére továbbra sem kapott választ az ország. Kiutasította Novák Katalint és Varga Juditot arra, hogy adjanak kegyelmet egy pedofil segítőnek. Ki volt az, akinek Novák Katalin és Varga Judit elhitték, hogy meg tudja őket védeni a következményektől, és akinek a szavával nem mertek szembe menni, amikor meghozták ezt az erkölcsileg és politikailag is vállalhatatlan döntést. A demokratikus koalíció szerint az ország választ vár. Kimozgatja a szálakat a pedofilok védangyalaként a háttérben, akinek Novák Katalin és Varga Judit beáldozása sem volt drága egy pedofil segítő szabadságáért. Ki az, aki ilyen politikai kockázatot is bevállalt azért, hogy kihozzon a börtönből egy pedofil segítőt? Ha ez megtörténhetett, akkor vajon hány fideszes pedofil jutott már ilyen magas szintű állami védelemhez, mekkora lehet a fideszes pedofil hálózat? A DK azonnali válaszokat vár a kormánytól. Azt Varga Judit volt férje, Magyar Péter is egyértelművé tette, hogy a valódi bűnösökre eddig nem derült fény a botrányban. Tegnap a Partizánban magyar is arra utalt, hogy Orbán Viktornak tudnia kellett arról, hogy kinek fognak kegyelmet adni. Ha pedig azt is tudjuk, hogy a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatóját az Orbán család céges ügyvédje védte, akkor nagyon is jogos a kérdés, hogy a miniszterelnök áll -e a pedofil botrány mögött, ő használja-e a közhatalmat arra, hogy pedofilokat mentsen. Még egyszer szeretném tehát hangsúlyozni, a demokratikus koalíció azonnali válaszokat vár a kormánytól, kimozgatja a szálakat a pedofilok védangyalaként a háttérben, akinek Novák Katalin és Varga Judit beáldozása sem volt drága egy pedofil segítő szabadságáért ki az, aki ilyen politikai kockázatot is bevállalt azért, hogy kihozzon a börtönből egy pedofil segítőt. Ha ez megtörténhetett, akkor vajon hány fideszes pedofil jutott már ilyen magas szintű állami védelemhez, mekkora lehet a fideszes pedofil hálózat? Az országnak joga van tisztán látni a magyar belpolitika rendszerváltás óta eltelt időszakának leggyomorforgatóbb botrányában. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Kezét csókolom. Viszontlátásra.